Soros György térdre kényszerítette Angliát. Soros bedöntötte az angol fontot. A milliárdos, aki megtörte az angol jegybankot. Azt a napot, amelyik ezeket a drámai szelek címeket ihlette, Fekete Szárdának nevezik. De mi is történt pontosan? Mit tett Soros György, amitől egyszerre világhírűvé vált? Vagy inkább világhírhetté? Hogyan spekulált a font ellen, hogy egy nap alatt 1 milliárd dollárt keresett? Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történt pontosan, kezdjük a legelején. Mi határozza meg az árfolyamokat? Lehet mindenféle bonyolult választ hallani. Kamatlábak, infláció, export-import, államadósság, de lényegében a válasz sokkal egyszerűbb ennél. Az, hogy 1 euró éppen hány forintba kerül, attól függ, hogy a piacon mennyi eurót akarnak forintra, és mennyi forintot euróra váltani. A valuták átváltása folyamatosan történik bankokon, pénzváltókon keresztül. Ha például hirtelen több magyar szeretne eurót vásárolni a forintjaiért, akkor az euró ára fel fog menni. Úgy is gondolhatunk erre, hogy hirtelen sokkal több forint kerget ugyanannyi eurót, ezeket az eurókat pedig az fogja megkapni, aki a legtöbbet fizeti értük. Pontosan ugyanaz történik, mint ami a szájmaszkokkal is történt mostanában. Hirtelen mindenki vásárolni akart belőlük, így az áruk is felment. A pénzpiacon tehát teljes szabadság van, az árfolyam úgy változik, ahogy az emberek kedve változik. Ezt a rendszert lebegő árfolyamrendszernek hívják. A történet azzal kezdődött, hogy Európa országai szerettek volna bevezetni egy közös fizetőeszközt. Ehhez azonban először azt kellett elérniük, hogy a résztvevő országok valutái hosszú ideig viszonylag stabilak maradjanak. A lebegő árfolyamrendszerben azonban a valuták a kereslet-kínálat változás alapján folyamatosan ingadoztak volna. Így kitaláltak egy rendszert, ami ezt megakadályozta. Ennek a rendszernek a neve pedig Európai Árfolyammechanizmus, angolul Exchange Rate Mechanism, vagyis ERM volt. A rendszer lényege az volt, hogy a résztvevő országok a német márkához kötötték a valutáikat, és megígérték, hogy az ingadozást egy bizonyos sávon belül tartják. Az Egyesült Királyság 1990-ben lépett be az ERM-be, és megígérte, hogy 1 font árát 2,95 és 3,13 német márka között tartja. De hogyan befolyásolhatják országok a pénzük árfolyamát? A központi bankoknak 2 fő eszközük van erre. Az első módszer a közvetlen beavatkozás. Ha az angol jegybank gyengíteni szeretné a fontot a márkával szemben, akkor beléphet a piacra, mint font eladó, és márkát vásárolhat. És mivel fontból bármennyit elő tud állítani, akár teljesen el is értékteleníteti azt, ha elárasztja vele a pénzpiacot. Fordított esetben viszont már nehezebb dolga van. Ha a jegybank a fontot erősíteni szeretné, akkor márkát kell eladnia, és fontot vásárolnia belőle. Ezt azonban csak addig tudja megtenni, amíg vannak márkatartalékai. Ha az kifogy, akkor már nincs mit tenni. Na jó, ez nem teljesen igaz, mert ott van még a második módszer, a jegybanki alapkamat megváltoztatása. Minél magasabb a font kamata, annál szívesebben fektetik külföldi befektetők a pénzüket font alapú bankbetétekbe, vagyis annál többen fognak fontot vásárolni. Tehát, ha a jegybank erősíteni akarná a fontot, akkor kamatot kellene emelnie, ha pedig gyengíteni szeretné, akkor kamatot kellene csökkentenie. Azt a rendszert, amiben a jegybank beavatkozik az árfolyam változásába, és a hazai fizetőeszközt egy másik valutához köti, rögzített árfolyamrendszernek hívjuk. 1992-ben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a font túlértékelt, és csak azért marad a kijelölt sávban, mert a jegybank folyamatosan közbeavatkozik. Ráadásul a kamatok is károsan magasak voltak. De amíg az emberek elhitték, hogy a jegybank képes befolyásolni az árfolyamot, addig nem volt nagy baj. A kormány pedig mindent meg is tett, hogy ezt a hitet fenntartsa. There are going to be no devaluations, no leaving the ERM. We are absolutely committed to the ERM. That is our policy. It is at the center of our policy. We are going to maintain sterling's parity, and we will do whatever is necessary. Soros György akkoriban a saját befektetési alapját, a Quantum Fundot vezette, és pontosan tudta, hogyha elég sok fontot akarnának egyszerre eladni, akkor az angol jegybank nem tudna védekezni, és a font értéke nagyot zuhanna. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet hasznot húzni abból, hogyha valaminek csökkenni fog az ára. Hát sortolással. De mi is az a sortolás?
Ha egy befektető azt gondolja, hogy a font értéke márkához képest csökkenni fog, akkor először is fontot kell kölcsönkérnie, például úgy, hogy hitelt vesz fel egy banktól. Ezután ezt rögtön átváltja márkára, és kivárja, hogy lemenjen az ára. Ezután pedig az új, alacsonyabb áron visszaváltja a márkát fontra. A lényeg, hogy mivel időközben a font ára lement, összesen többet kap majd vissza, mint amennyit az elején kölcsönkért. A banknak visszafizeti a hitelt, a maradékot pedig megtarthatja. Tehát, amikor egy befektető shortol, egy termék értékének csökkenésére fogad. Sorosék augusztus óta építették a pozíciójukat. Fonthitelt vettek fel a legnagyobb bankoktól, és ezt eladták bárkinek, aki csak hajlandó volt megvenni tőlük, persze még a mesterségesen magasan tartott áron. De az igazi kérdés az volt, hogy mikor kezdődjön el az igazán agresszív fonteladás. Kellett egy hír, bármilyen aprócska is, ami elindíthatja a lavinát. Ez a katalizátor végül a német Bundesbank elnökének egy elejtett mondata volt szeptember 15-én, miszerint szükség lenne Európa valutáinak széles körű újraértékelésére. A következő nap, 1992. szeptember 16-a pedig úgy vonult be a történelembe, mint fekete szerda. Ezen a napon a Quantum Fund elárasztotta a piacot fonttal. A teljes pozíciójuk az akkori magyar GDP 25%-ával volt egyenlő. Hamarosan más spekulánsok és kereskedők is csatlakoztak hozzájuk. Az ARM értelmében a jegybanknak minden fonteladási ajánlatot el kellett fogadnia, Sorosék terve pedig az volt, hogy egyszerűen addig adják el a fontot, amíg azt a jegybank már nem tudja felvásárolni, mert kifogynak a márka tartalékai. A terv zseniális volt, hiszen szinte teljesen kockázatmentes volt. Nagyot bukni csak akkor tudtak volna, hogyha a font árfolyama emelkedik, de ez az ARM szabályok miatt teljesen esélytelen volt. A jegybank felvette a harcot, és egyre csak vásárolta fel azt a rengeteg fontot, amit mindenki eladni akart. De rájöttek, hogy ilyen ütemben nagyon gyorsan ki fognak fogyni a készleteik, és így bevetették a kamatemelést is. A kamatot először 10%-ról 12%, majd 15%-ra emelték, ami óriási emelésnek számít, és most mégsem volt semmi hatása. Indicated to us that we are in the end game, that there was no, you know, this was an act of desperation. So instead of restraining us, it was really an invitation to double up, to try to sell as much more as possible. Az angol pénzügyminiszter Norman Lamont így emlékezett vissza erre. When we put interest rates up from 10% to 12%, how it had absolutely zero effect. And I remember just looking at the computer and seeing an absolutely straight line. The currency hadn't moved at all. And I felt just like a surgeon looking at a heart graph of a patient and realized the patient was dead. Délutánra a bank a 19 milliárd fontnyi valuta tartalékaiból 15 milliárdnyit elköltött. Nem sokkal később pedig abba is hagyta a font felvásárlását, az árfolyam pedig több mint 10%-ot esett. Today has been an extremely difficult and turbulent day. Massive speculative flows have continued to disrupt the functioning of exchange rate mechanism. Britain's best interests are served by suspending our membership of the exchange rate mechanism. A Quantum Fund 1 milliárd dollárt keresett az üzleten. Az angol jegybank az adófizetők pénzéből több mint 3 milliárd fontot veszített el. Anglia pedig egyelőre lemondott arról a tervéről, hogy bevezeti az eurót. Hosszú évek távlatából azt lehet mondani, hogy Anglia gazdaságának valószínűleg jót tett a font leértékelődése. Az export felpörgött, a kamatokat csökkenteni lehetett, Anglia pedig 16 év gazdasági növekedésnek nézett elébe. A gazdaság szenvedett a túlértékelt font miatt, a fekete szárda pedig a felszabadulást jelentette. És hogy hogyan értékeljük Soros György szerepét mindebben? Gonosz spekuláns, aki meglopta Anglia népét? Vagy az ország felszabadítója? Ezt mindenki eldöntheti maga. Minden esetre Soros György maga így gondolkodott erről. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogyha szeretnél. Várlak vissza a következő videómban.